Szép jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Ahogy megszokhatták, mindig van egy kép, amit megmutatunk Önöknek. Ez a mai képünk, egy különleges kép, ugyanis több szempontból is köthető Magyarországhoz. Ráadásul meg még díjnyertes is, méghozzá nem is kisebb díjat nyert el, mint a WordPress fotó idei nagy díját. Nézzük, csak ez a kép az, erről a képről van szó. Ezt Warren Richardson nevű ausztrál fotós készítette. Az egyik szempont, ami szerint magyar a kép az, hogy ez a röszkei hatályért, tehát a déli határon készült Magyarországon. És egy menekültet ábrázol, aki a gyerekével próbál épp átjutni ezen a gyodának nevezett szögesdrót akadályon, ahogy láthatják. A másik magyar vonatkozása a képnek az az, hogy Warren Richardson már több év volt a Magyarországon él. A kép részleteiről, illetve a kiválasztás részleteiről most megkérdezem Révész Tamást, a WordPress Photo magyarországi kurátorát. Jó estét kívánok, szervusz Tamás! Jó estét kívánok, szevasz! Remélem, hallasz engem. Igen, igen. Jaj, de nagyszerű. Mitől lett ez a kép győztes? Mi az, ami ebben különleges? Én amikor először ránéztem, nekem valahogy Robert Capa képei jutottak eszembe, ez a finom elmosódottság, pláne hogy fekete-fehér, ez nekem ettől tették különlegessé. Igen, igazad van, és nekem is nagyon furcsa. Meglepő volt, amikor először ránéztem a képre, mert igazán technikailag nem tökéletes, nagyon érdekesek a tónusai, de amit ebből, ennél a képnél inkább ki kell emelni, az a hihetetlen egyszerűség, és az a mód, ahogy a szemünk elé tárja ezt az egész drámát. Rendkívül sok hasonló képet, már mint migrációról kapcsolatos képet láthatunk majd az WordPress Photo kiállításon, és remekek, tényleg nagyon jók. Nem ide tartozik, de a magyar sajtófotónak például egy menekültválság külön kategóriája volt, ott is nagyon sok jó kép volt. És az év alatt, mi alatt ez a pályázat ugye zajlott, én figyeltem azt, hogy mi jelenik meg a magyar sajtóban, és hát elképesztően jó képek voltak Bielik Istvántól, Móricz Savján Simontól, Mohai Balástól, és volt például egy olyan kép, amiről azt hittem, hogy bekerül valamely pályázatra. Egy amatőr fotográfus, Zsíros István csinált egy gyönyörű képet a keleti pályaudvar aluljáról, egy sátorban csókolózó párról. Szóval nincsen, a választék óriási volt, és tudtuk, hogy a WordPress Photo-ra és a különböző kategóriákra ez a hihetetlen dráma, ami igazán elért mindannyiunkat Európában, nagyon nagy hangsúlyt fog kapni. De azért, aki a WordPress Photo kiállításra fog jönni ősszel, azért számíthat arra, hogy a világból mást is látni fog, Nepálból a földrengést és a Charlie Hebdo utáni terrorizmus elleni tüntetést, és visszatérnek olyan szerzők, mint akiknek a munkáját tavaly láttuk, a Bülent Kilics. Talán emlékeznek a nézők, egy ilyen kékes fiatalról láttunk az isztambuli főtéren. Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket. Sok szeretettel gratulálunk akkor Warren Richardsonnak, és köszönöm, hogy elmondtad ezeket itt a színezőknek is.